Szevasztok, gyerekek! Na, vízite belakadt, belekedt a hangom. Ja, ilyen is ritkán van, hogy belekedt a hangom. No. Még egy teszt videó, itt is csinálok egy teszt videót a hátrapi kamerával. Kicsit tudok most videózni. Mármint, hogy cégi vlogot is tudok csinálni. Ja. Nem tudom, milyen a fényviszonyok. Ezért nem szeretek hátrapi kamerával videózgatni. De amit már mondtam egy jó pásztor. Ugye nem látom, hogy milyenek a fényviszonyok, nem látom magamat, hogy tartom, mutatom magamat. Például akkor raktam fel az alkatrészeket, videókat is, azt is láttam, hogy valahogy így, ja, nem is jól tartottam a kamerát, ahogy kellett volna. No, bár esetbe. Ja. Na mindegy, hát várom, hogy jöjjön bátyám. Hát úgy néz ki, hogy uncsim nem igen tud jönni. Akkor csak bátyám fogja összerakni, hát ja, ő is ért hozzá. És ugye ketten azért jobb, mert már mint hogy hamarabb is megvan, meg stb. De hát majd meg lesz az. Úgyhogy ja, csak gondoltam, kipróbálom még itt is ezt a videózási házlapot. Jó sok gratuláció jött, amit nagyon szépen köszönöm. Jó, írtak is olyat is, hogy hát pedig az i7 processzor jobb lett volna, meg is úgy tudom én. Hát, majd meglátjuk, hogy milyen lesz ez. Hát tudjátok, hogy így is oda, hogy bátyám segített, nem hogy még csak úgymond a drágábbik legyen. Ja. Örülünk-e annak is, ami lesz, van. Ahogy szokták mondani, ugye? Hogy hogy van ez a mondás. Úgyhogy jó, láttam írt valaki olyat is, hogy jaj, ha már akkor ha már ennyire akarsz még jobb gépet, akkor nem lenne mindegy a szüleitől kérni. Még több pénz is akkor megvenni a drágább cuccokat a géphez. Hát nem lenne egyszerű, mert hát nem. Nem úgy működik az, hogy most hip-hopos már, ja, már kérni akkor szülőktől. Nem úgy működik az. Ja. Úgyhogy ez van, gyerekek. Tudom, hogy biztos, hogy írták egy-kettő, hogy a 470 kártya, videokártya is ugye jobb lett volna, mármint nekem. Mármint, hogy ahogy írták a Norbert, hogy ő szerint ugye, jobb lett volna, de hát csak azért fordítom, hogy mindig nézem megy a felvétel. Ja, de hát most na, kinek mi. Ezzel is, ahogy mondta Norbert, ő is azt mondta, akkor lesz, neked is az van, ez a kártya, gondolom. Azt mondtad, hogy te is ezzel játszol minden játéka után. Ja, meg ahogy mondta bátyám is, hogy ezek a processzorok, videokártyák még nem még jöttek ki, fél évesek, egy évesek, még ezek alaplap is, hogy még úgymond nem, hogy mondjam, régi módja, mint a régi videokártyám, a GTX 1070. Ja. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz. Hát általában ilyen fél ötig szokott dolgozni bátyám, és hát fél ötkor jön, négyig szokott, hát a téli időben, nyáron meg ötig. Ja. Úgyhogy hát gondolom még első nyilván biztos enni fog, meg minden is, majd utána majd lesz az összeszerelési dolog. De végül is ráj, az a lényeg, hogy megvan. Megjöttek, csak össze kell. Tehát hogy mondtam is utána, hogy milyen érdekes, vannak olyanok, akik ehhez nagyon értedek, hogy hogy kell összeszerelni egy gépet. Pedig jó, hát gondolom nem lehet olyan nagy bonyolult, tehát én nem nyúlok inkább hozzá. Hát csavarozgatni, meg mit tudom én. Helyezgetni, hát ez milyen izé már vacalás, hogy szoktál, meg türelem kell tényleg hozzá. Hát
Hát, ahhoz tényleg kell tudnám. Nem szabad tényleg elkapkodni a dolgokat. Szépen lazsán kell összelakni. Ja, úgyhogy... Hát, ahogy írta is valaki, neki is ez a kártyája van, meg 32 gigalom. Hát igen, azért mondom, én is azért akarnék 32 gigalomot szeretnék a gépbe. Itt vannak még, most ide laktam, áttettem a kis pufra, hotelbe. Hát még nyilván, ja, ez van. Majd meglátjuk, hogy nagyon válok, hogy milyen lesz a szitu, hogy fognak menni a dolgok. Úgyhogy, ja, és köszönöm szépen, ahogy a 2000 feliratkozót. Ja, csak az előző videóban úgymond most nem az volt a lényeg, hanem hogy mutattam a akatrészeket. Ahogy annyiból jobb így tartani a telefont, azt vettem észre, hogy a hátlapjával veszem, egy kicsit könnyebb. Már megfordítom, akkor kicsit úgy nehezebb tartani. De így a hátlapjával talán könnyebb tartani a telefont. Legalábbis eddig úgy vettem észre, igen. Ja. Na mindegy, majd kint is nyilván csinálok hátlapi kamerával, kinti jó kis fénybe, hogy milyen a 4K60fps. Ja, megnéztem, most már tényleg annyi, 4K60fps. De jó, mi? Nem tudom, elvileg ebben a Pozo F4-ben van stabilizáció, hogy hogy kell kiejteni. Na mindegy, hát. Stabilizáció, vagy nem tudom kiejteni. Hát, tényleg várom már, hogy hogy fog szuperálni. Fortnite is, epice, minden a nevén, jó lesz, vagy száll. Küldött bátyám egy videót a Fortnite-ról, hogy epicen van minden. És ment a csávónak, 150, meg ilyen 160, meg 180 FPS is volt neki. Epicen! Jó, bár azt nem néztem, hogy milyen monitorral játszott, hogy Full HD is, vagy 2K vagy 4K-val, azt nem néztem. Amúgy... Ja, de hát gondolom, általában legtöbb Full HD is monitorral szokta. Ja. Kevesen, akik úgymond 2K-s monitor, vagy 4K-s szerintem, meg bátyám is azt mondta, hogy hát, nem sokan jelentett, akkor mondod, ilyen nagy felfontású monitorokkal, ami, na, értitek. De azért nem élhetőleg tényleg ezzel is lesz a 2K-s monitorra, meg lesz, vagy 150 FPS, mert ugye high... Na, már megint nem ment a felvétel. De... Én ezt nem értem, gyerekik. Ha hátlapi kamerával veszem, akkor miért állítódik meg a videó? What? Hát, nem jó ez, nem jó. Aj, össze kell majd valahogy vágni. Telefonon valami videót, vagy nézzek érde a konvertálót. Mert most szólj meg azt már, az a baj, ami volt eddig fent nekem, ott a tolentes, krekkes, az már nincs fent. Már nincs fent azon a oldalon, nem a tolenten, hanem a YouTube-on, ja, már valami Sony Vegas Pro 17 volt, ami cracked verzió. Ja, az nincs fent már YouTube-on, akkor még onnan töltöttem fel. És így most nem tudom. Jó, hát a régi Sony Vegas-szal is tudnám ezt, de mindegy, most már próbálom valami telefonos. Körülbelül is láttam már, hogy valami telefonnal szokta konvertálni, ahol összevágni a videókat, csak már nem tudom, hogy mivel. De ha tudtok valami ajánlani telefonon is, jó kis vágó programot, alkalmazást, appot, ami... Hát ami tényleg jó összeizéli, meg jó minőségben, nagyjából ugyanabban a minőségben konvertálja át, vágja össze, lendéreli, meddig a Sony Vegas... Mármint a gépről szólni magasz, ami nagyon jól összevágja. Mondjam már ki. Csak most nem tudom, miket beszéltem, amiket elmondtam eddig. Hát de miért csinálja ez a hátlapi kamera? Miért állítja meg akkor is a videót? Miért megy le? Szerintem azt vettem észre, hogy ilyen 8-10 percnél megállítja. De miért?
Hát de azt se lehet mondani, mert kevés tárhelye van. Hát 40 giga van elfoglalt a 256-ból, vagy mennyi van a tárhely Pozzo F4-be. Hát de nem néztem, nem láttam olyan beállítást, hogy nézegettem a beállításokba a kamerába, hogy mit tudom, amely időnként lekapcsoljon a kamera, telefon vagy mi. Hát de... Na, mi? Ez mi a... Most is mondom, beszélgetek az élő, hogy milyen lesz a FPS-em, mert ugye arról beszéltem, ha szerintem azt nem igen vette fel a telefon. Hogy azt mondtam, hogy bízunk benne, hogy nagyon jó lesz, sok FPS-em lesz, mert küldött bátyám egy videót, Epicen Fortnite-on hogy ment, és ilyen 150-180 FPS között ment, úgyhogy hát így meg van szám, mindig váltogatom a kamerát. Nem jó, pedig mondom, akartam kint is majd csinálni tesz videót is kintről is, hogy milyen hátlapja van kinti jó kis fénybe. De hát így. Hát de... Hát pedig... Ez így szar. Szó szerint. Na mindegy, ez van. Úgyhogy nagyon várom, hogy jó legyen a dolog. Azért mondom, hogy hát remélhetőleg akkor mondom, mai napon össze lesz rakva. Azért mondom, sajnos videó nem lesz belőle. Már... Ezek a boxi videók már nem lejártok már, mint legalábbis számomra. Már én nem akarok ilyeneket. Úgy se tudnék már. Nem akarok azzal kírodni, hogy ezen is nevessenek. Mond egy egyes emberek tisztelt a kivétel, mert nyilván van, akik a szeretik persze nézni unboxing videókat, vagy csomag videókat. De hát, én már érdekes akarok, pont emiatt nem akarok. Ja, úgymond tényleg nevessenek rajta, hogy ja, Isten, itt kiíródik. Nem, én már ilyet nem. Úgyhogy ennyi ez a helyzet. Ahogy VK Vlog mondta, amikor az egyik videójában beszélte, hogy hát nem érti, miért rakják fel a videóit, amikor úgyis csak unalmas videókat tesz fel. Végül is igaza van. Én is sokszor csak unalmasakat videókat teszek fel, csak úgymond beszélgetek mindenről, amiről csak eszembe jut. Legalábbis mások szerint egy-kettő ember szerint unalmas. Ja, ez mégis. Hát igen, igaza van VK Vlognak. Most mi előtte se, ő is úgy megállt, hogy csak azért, hogy fel kinevessék, meg kirakják, meg ilyenek. Igaza van, igaza van, igaza van. Wow! Tehát így is van, hogy felraknak, meg kiraknak, meg mit tudom én, de hát amit már mondtam, én ezt elfogadom, úgyhogy nem nincs ezzel baj. Nem arról van szó, hogy nyugodtan csinálhatja Tomasz, de azon is leszalom. Leszalom, hogy csinálja, hát hogy csinálja. Ez van, ezt kell szeretni. Ezt kell szeretni, ezt kell szeretni, ezt kell szeretni. Vagy titeket. Úgyhogy legalább most megvan a jó kedv. Úgyhogy, ja. Ah, de mi? Állítólag egy zé program lehet, jó? Mert láttam, sokan azt használják vágó programnak. Valami Captutz, vagy mi a neve. De én már azt már egyszer kipróbáltam is, az a baj, az nem úgy konvertált át a videót. Valami rossz minőségben csináltam meg. A szabtut. Szabtut, vagy hogy kell kinyelteni. Ja. Fogalmam sincs. Melyik lenne jó, ami tényleg nem aludja, meg ingyenes nyilván. Jó, tudom, nem sok ingyenesek vannak, amik jók is. De hát csak van, ami úgymond ingyenes, és de mégis úgymond egész jól. Telefonon egész jól csinálja meg. Mert tudjátok, nekem csak annyira kéne, hogy a videókat, amik úgymond félbe maradnak, akkor csak így beleteszem őket, az átkonvertálja rendelőlé. Szóval azt is csak azért teszem fel, hogy nem vágok a videókkal, úgymond, csak ugye, amiket úgymond félbe maradtak videók, mármint, hogy megálltak, és akkor hogy mondják ezt? Milyen szó ez, amivel, ahogy szokták ezt mondani? Nem félbe maradtak, vagy hogy mondják ezt? Akkor nem mondom, hogy én nem összevágom, hanem csak, hogy
amik maradtak videó. Hogy mondják? Nem tudom, hogy mondják tényleg ezt az ilyet, hogy darabokban vannak ugye a videók, mert hogy úgy vette fel a felvétel a videókamera, és akkor nekem csak annyira kellnek ezek a vágóprogramok, hogy csak beleteszem őket, és akkor teljes verzióban össze lehet delelni. Hát ezt jó elmondtam, de szerintem lehet vágni érteni, vagy nem. Most megint megy már. És előről kezdte, vagy mi a? Hát én nem értem ezt. Most azt mutatja, 14 másodperc múlva lejárott felvétel. Most nem visszafele számol? Hogy van ez most? Mi a... Mi ez? 4 másodperc múlva megáll a videó. Most megint újra kezdtem. Hát, én beszalok ezen a videó hátlapi kamerád is valamint. Most normálisan megy vissza. Másodpercenként. Most 16 másodpercen megy. Hát ez egy szó. Nem szabad csúnyán beszélni, de... Ez egy... De mi ez? Mi a izé van ezzel a hátlapi kamerással? Hát de besz... Há? Gyerekik? Hát komolyan mondom. Jaj. Tigit is kell csinálni, már csak 11 szálom van. Hát én nem értem. Hát én nem értem. Komolyan mondom, gyerekik. Lula is van! Hát nem értem ezt a kamerát. Komolyan. Szív. De tényleg így könnyebb tartani a telefont, ahogy mondtam már. Nem tudom, hogy azt hallottam, amikor arról beszéltem, hogy így könnyebb tartani a telefont. Valami helyest. De így még... Biztos jobb a minőség így nyilván, hogy 4K-n nem Full HD, meg mit tudom én. Hát, tesztelgetjük, hogy most mit csinál ilyenkor a telefon. Nem tudom, hány perces videó. Ja, na mindegy. Úgyhogy értitek, nekem nem kell, nem, én, nekem csak olyan vágóprogram kell, hogy ami össze vannak darabolva a videók, például van most 4-5 darab videó, az csak le akarom rendelni, konvertálni. Nekem csak ennyire kell. Úgyhogy ez nem, mégis ezt nem is lehet menevezni, hogy vágom a videó. Hát jó, hát mégis vágom. Csak akkor se, nem olyan vágó. Ja. Úgyhogy nekem csak már ennyire kéne. Ez a... Nem nagy... Na, mint mások, nagy videósok, meg stb. Hogy tényleg összevágják a videókat, meg elfelt, meg mit tudom én. Na mindegy. Hát nem tudom, most hány perces lehet már ez a videó összesen. Meg mik maradtak benne a videóban, amikről beszélgettem. Fogalmam sincs, mert ez így. De hát le akarom tesztelni, hogy ezzel is milyen, de hát... Bocsánat, hogy mindig így forgatom. Hát ez így, hát én sem nem jó az a hát, amikor mindig így forgatom, nézem. Jó kedvem, hát... Így persze. Ja, az embernek így jó kedve van. Jó kis videókártya. Nagyon várom már. Jaj, de várom már. Úgyhogy... Meg arról beszéltem, de szerintem az még benne maradt a videóba. Nem tudom. Na mindegy, ez van. Remélem sok minden benne maradt, amiket beszélgettem. Úgyhogy ennyi. Na jó, majd gyerekek, lassan elköszönök.
De most normálisan számolja, most megy majdnem 4 perc a videó. De az előbb nem tudom mi volt az, hogy visszafele számolt. Hogy 14, 13, 12, 10, 11, vagy 10, 9. Hát ez be van baszva szó szerint ez a telefon. Hát de még azt sem lehet mondani, hogy nem formázni, még az pedig annak semmi köze. Még ez újabb telefon, hát még ez még egy éves, másfél éves. A Poco F3 meg azt hiszem az volt 2 éves. Ja, amit eladtam. Hát de ennek nincs köze, hogy az én már másfél éves kb. Ez a telefon. Valami nem, nagyon el van baszódott. De azt én nem állítottam semmit el, hogy se a beállításoknál, hogy semmi sem állítottam, mert alapom van az egész. Ja. Lerpontod a baj. De akkor erőlök, van az megy normálisan. Össze a videózok akár 40 percet, meg 1 órát is, és nem áll meg. Nem sötétül a kamera. Nem mindegy ez, ba. De most még mindig szuper. Na de jó, amit azt vettem észre, hogy eltörik 8 perc, ugye 7-8 perc, akkor visszafele számol. Vagy nem tudom. Jó, van már, na, mit fütyülgetek. Na jó, van. Ez van. Na jó, válom már a testőt, ezt már mondtam egy pár szó. Mert már nem tudom mit mondani, mindent elmondtam. Úgyhogy köszönöm szépen a tényleg, amik jöttek, támogatások, meg minden. Már csak lapot kell majd. De az még ráér egyelőre. De legalább biztos nem néztem utána, mennyi egy 16 gigalomos még. Ja, és jól mondtam az előző videóban, hogy Kingston memóriakártyámon, Kingston márkájú. Úgyhogy jól mondtam én. Tudtam én, azért mondom. Egy ugyanilyet, csak 16 gigalomot még. 8-8 szoros, vagy hogy mondják ezt. Azt akkor, yeah. Azt akkor ennyi. No. De gondolom ez a i5-ös 13000, valami i5, 13000, valami iK processzor. Gondolom ez is nyilván fogja bírni a Windows 11-en, mert ugye ez is újfajta, újabb, mint a másik. Amire azt mondják, hogy az jobb lett volna. Hát persze, mert drágább, meg minden, hát drágább, persze, hogy jobb. De nézegettem én is véleményeket erről a processzorról, nem írtak rosszakat. Úgyhogy... Most... Megint visszafele számol. Hát én mondom, eltelik 7-8 perc, visszafele számol. Akkor ilyen 7-8 percet tud hátlapi kamerával menni. De miért? Ez miért van? Már csak 29 másodperc van hátra. De ez miért? A GoPro-nál csinált ezt. A GoPro-nál csinált ezt, hogy 19 percet vehettem fel, és utána megállította a videót. Folytatta, de megállította. 10 másodperc van hátra. Hát de... Mi? Hát, de miért vágja is szét? De ez nem GoPro. Azért mondom, hogy most megint meg kellett állítani. Hát mondom, a GoPro-nál csinálta a GoPro Hero szível 3. Ugye akkor azt hiszem 32, vagy nem, mennyi memóriakártya volt benne? Hány gigás? Ja, 32, vagy 36. Ja. És tudom, igen, a GoPro-nál csinálta ezt, hogy 19 percnél megállította a videót, majd nem megállította, hanem csak félbe vágta, és akkor folytatja, hogy folytatta. Ja, valahogy így. De ez nem GoPro. 8 percet durván tudok csinálni. Hát de, hát így. Legalább megtudtuk, hogy 8 percnél kb. Visszafele számol. Ennyi van hátra a videóból, dick bohe.
Te tu bauva, tu búva. Te jó kedvem van, remélem így is van a sokáig. Kubá, dubá, ú. No. Ezt szeretem, amikor kicsit hülye vagyok. De néha tényleg gyerekes vagyok, ahogy Ádámok mindig szokta mondani, hogy ő is néha. De... Jó van az. Na. Jók legyetek, most már elköszönök, nem pofázok. Nem tudom, mennyi lett a videó, lett amennyi le. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és jók legyetek, köszönöm szépen a lájkokat, megosztásokat, feliratkozásokat, és ahogy szokták mondani, iratkozz fel, ha még nem tetted, lájkold, ha még nem tetted, és ennyi. No! Sziasztok!